Sziasztok! Ma úgy döntöttem, hogy kipróbálom a műszerpillát. Még soha életemben nem használtam semmiféle műszerpillát, vagy ilyesmi. Úgyhogy nem egy ragasztó, mint hogy fogja látszódni. Igazából érdekes, mert sok ilyen ázsiai sminkes videóban néztem, hogy ezt arra is használják, hogy megölik a tekintetüket. Tesznek egy kis ragasztót a szemhéjukra, és ezzel a kis pálcikával bele nyomkodnak még az illatot, és egy kicsit összeragasztja, és akkor sokkal nagyobb lesz a tekintetük, ilyen Európa is. Műszempillának egy ilyet választottam. Nem tudom, hogy rá fogok használni. Hát, úgy értem vele, hogy próbálok őt. A smink, ami rajtam van, az a másik kuda palettámmal készült. Imádom a pirosat. A szál az egy édenes, folyékony alakú ajak rúzsa készült. Ő lenne az. Ez nagyon jó, mert amúgy nem szállítja ki a számat. Nem, mint a többi matrus sajnos. Highlighternek most a széket használtam. Ezt még kiutattam, az osztrák. Ezek a szék. Gyönyörű arany. Nagyon szeretem az aranyszínű highlightert, vagy ez is természetesen. Szokásos rózsaszínűt használtam. Pontom. Alapozónak a Catrice-t. Már mostanában kicsit kezd szállani a bőröm, úgyhogy lehet, hogy nem fogom használni most egy ideig. És a végén fixálom a Revolution-nak a fixáló sprayt, mattét is. Na, akkor így. Hát, lássuk. Jó, ez nem akarja én színű. Ő se akarja a dolgot, így látom. Azt nem tudom, hogy ilyen hosszú az egész szempillának az a tartó része, mondtam, amire rá van ugye applikálva a cuccos. Mert ezek a szálak. Egy jól megfogni. Úristen. Ez ragad? Hát, hogy nem is kéne ráragasztva. Ugye nem csak a tartó miatt volt szerintem ráragasztva. Hát... fogalmam is, hogy nem látszódik. Jó ég. Akkor mondjuk ki azt a cuccot. Úgy emlékszem, amikor élben néztem ilyen sminkes videókat, akkor várni kellett egy picit. Rányomni a ragasztót, és akkor várni. Aha, jöjjön is egy picit. Azért csináltam illetve kicsit erősebb sminket ehhez a témához, hogy azért nem szempillel, azért nem egy hétköznapi dolog, legalább számomra. Nem tudom, hogy erős jelvész. Ja, hogy ennek meg kell vágni a fejét. Nem tudom, mennyire folyékony ez a cíló. Hát
hogyha... Jaj, ez sok... Ja, oké, nem tudom oszlatni. A buborék is jön bőle. Hát jó. Hát ez biztos sok lett. Akkor most várunk. Úgy tudja sok lett. Fogalj. Köszönöm, hogy van az idő. Már csak az a kérdés, hogy majd utána hogy fogom leszedni. Na mindegy. Ezért nem fogok használni ilyen cuccokat, mert... Hát, talán béna vagyok. Hát, baromira ne válasz a saját szempillámmal. De úgy tök jól néz ki. Csak... Nem rajtam. Jaj, nem jövök oda. Majd a szár, majd a szár. Annyira egyszerűnek néz ki így a videókkal, de annyira nehéz. Te jó ég. Úristen, de fura! Jézusom! Jézusom! Tuti szarul raktam fel, de nem baj! De se ragad! Úristen! Ki kell próbálni, egyszer mindenki kell próbálni. Hát jó, biztos, hogy nem így kell kinéznie, ahogy én felraktam, de... Ah, tök durva így látom, hogy valami van, plusz már. Hát akkor nézzük a másikat, csak már alig lehet mozdulni, mivel felaplikáltam a cuccot, és félek, hogy egy rossz mozdulat is leesik. Ah. Te jó ég. Kórházban nem szoktam így félni. De komolyan. Te jó ég. Nem tudom, mennyire fog látszódni, de majd csinálok szerintem képet is róla külön telefonnál. Jó, Istenem! Remélem, is jókat rögtök, mint én. Nagyon para! Egy kicsit szedem. Te jó ég, hát ez sok! Szerintem ezzel egy kicsit meg többet várok. Annyira véna, hogy itt jön a fura. Mondjuk lehet, hogy egy idő után megszoknám, csak látom, hogy itt van valami, ami nem az enyém. És ez... Mondjuk ez olyan, mintha valakinek működöm, no? Vagy mint a működöm. Csináltam magamnak működöm, és hát igen lakott velem. Igazából a hibor egyik foglalkozásom a sok közül, a működöm építés. A kérdés van, hogy a működöm építés tisztességesen. Most várok, óra 9-ig.
fura-fura. Amúgy ugye tök a mellényzők volt. Nem tudom, mennyire adja át a kamera. Érzésre nagyon... nagyon fura. Olyan... érzem, hogy nem az enyém, és úgy egy kicsit szurkálja, hogy én nem tudom, de... nagyon sokáig álltam, ezt tudom. Akkor bénázzuk fel ezt is. Ah, te jó ég, már most szörnyű. Úristen, nem látom, nem rakja fel, Jézusom, béna vagyok. Ó, oh, várja, ó, oh, ez a személyemre ragadt. Ó, oh, gyerünk, gyerünk, maradj ott, kérlek. Isten, te jó ég. Úristen. Nem fogok használni visszapillát. Legalábbis én nem tudom meg, hogy kell fárakni. Ez így nagyon gazdás. Nagyon tré vagyok. Úristen, de... Nem szállok egy szemét. Szemét kipesz. De jó, így nem látok rendesen. Szerintem az elején nem akar megnyugodni rendesen, majd lehet, hogy tudni. Bemászik a szemembe. De jó, így. Enki, állj, az eragadjál, jó? Köszi. Fú, te szor érzés. Piszkálja a szememet. Hát, ne kellett volna tényleg adni az elejével kicsit. Úristen, fú. Amúgy tök jól néz ki már minden, de rohadtul irritálja a szemet, mert ez az elején már szerintem egy kicsit túlságosan is előre raktam. Vagy nem tudom, de nem tudom, hogy ilyet ne csinálja senki. Úgy szerintem inkább én kicsinálok le. Nem. De úgy tök jól néz ki. Tényleg? Elpróbálok közelebb menni. Nem. Úristen. Becsukom a szemem és érzem, hogy karistolja a szemnyomat. Jaj, de jó ég! Hát ez egy kicsit hátékkel foglalkozom. De jó ég! És erre még szoktak tenni tenni a spirált is. Fú. Nem hiszem, hogy fogok használni egy szempillát. Max tényleg, hogyha nagyon belejövök. De nagyon fura érzés, nagyon látom, örül, hogy valami van, és olyan, mint hogy akár még lenne egy dzsungeles szemöldököm, és azt láttam, hogy hozzáér a szemöldököm, ez tök durva. Bocsi, nem mindegy, szóval ilyen gyönyörű műszempilla. Te jó ég.
Hát igen, azt tudni, hogy ezt itt bénán ragasztottam fel. Na mindegy. Hát... Nem. Maradok a természetességnek. Attól félek, hogy ha valaki megcsinálná ilyen ezek az építési izékkel, vagy szállanként, ezzel... Azt sem tudom elviselni, ezt alig bírom elviselni. Na mondjuk az lehet, hogy már, de nem tetszik. Úgyhogy... Szóval egyre jobban idegesít. Úgyhogy... Szerintem megyek, csinálok egy-két képet, és utána szépen leszedem. Mert... nem. Úgyhogy... ezt is kipróbáltam. Úgyhogy... köszönöm, hogy néztétek a videómat, és ha bármilyen tapasztalatok van ilyen műszempillákkal kapcsolatosan, vagy hogy egy-két tanács, hogy hogyan lehet normálisan feltenni. Mert, fú, Jézus, na mindegy, írjátok meg kommentben lent. Kövessetek nyugodtan YouTube-on is, Facebook-on is, nem kötelező. A linket megtaláljátok majd szintén lent a leírásból. Lehet csinálni egy-két képet is leszed ember, Jóisten. De már fel is változik a dolga, úgyhogy... Nem lesz ilyen. Majd egyszer még kipróbálom. De most inkább nem, mert ez így nem. Na jó, köszönöm, hogy megnéztétek a videót. Nézzétek meg a többi videómat is, vagy esetleg nézzétek meg a fotóimat is. Írjatok kommentben nyugodtan, ötlet, tipp, hogy ti hogy csináljátok, vagy hogy miatt használtok. És legyen szép estétek, napotok, reggeletek, minden. Sziasztok!